we have arrived here on Monday and only have Kett and Szerda for. Hétfőn érkeztünk haza Portugáliából, így csak kedden és szerdán tudtunk készülni az edzéseken. De az ellenfelet ismerjük, hiszen a szezonban már háromszor találkoztunk velük, és mindössze az első összecsapás volt könnyebb. A két hazai meccs a bajnoki, illetve a kupa találkozó jóval nehezebb volt. Természetes, hogy egy jó minőségű, jó csapat ellen fogunk játszani. Azt kértem ugyanúgy, mint a haladásán a srácoktól, hogy próbáljanak meg egyénileg minél többet kitenni a pályára, hiszen akkor lehetünk csapatként sikeresek. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy az a pozitív attitűd, amivel hazajöttünk Szombathelyről, az ezen a mérkőzésen is látszódni fog a csapaton. A Benfica elleni Bajnokok Ligája nyolcad döntő után ismét az élvonalban lépett pályára a sötét mezes Berettyóújfalu, amely álomrajtot vett Kecskeméten. Utánpótlás edzőként is azt tapasztaltam, hogy ha kim voltunk külföldön tornán, és hazajöttünk, azután a két hétig repítette a csapatot. Ez látszott ma a Berettyóújfalun. Tehát olyan határozottan, olyan agresszívan, jó értelemben vett agresszivitással léptek fel ellenünk, amivel pont visszájára sült el az, amit elterveztünk. Mi szerettünk volna így kezdeni mérkőzést. 15 másodperc után gólt kapsz. Benne volt, hogy ott az első 2-3 percben is dől a mérkőzés. Szerencsére ezt túléltük, visszajöttünk a mérkőzésbe. Azt követően, hogy Rafinha már az első percben vezetéshez jutatta a mezei Vilt, akár növelhette is volna előnyét a vendégcsapat, de az első játék részben már sem a Berettyó, sem a Kecskemét nem talált a kapuba. Úgy érzem, hogy picit a mai meccsen nem voltunk elég frissek, azért is mutatkozhatott meg ennyire a két csapat közti különbség. Úgy gondolom, hogy szívünket, lelkünket kitettük a pályára, attól függetlenül, úgyhogy ezen tudunk csak változtatni. A Berettyó házi gólkirálya, Rafinha a második félidő kezdete után nem sokkal ugyancsak eredményes volt, innentől pedig már nem engedte ki a kezéből a mérkőzést a bajnoki második. A BL fáradalmait még épp hogy sikerült kihevernünk, úgyhogy ezért is nagyon fontos ez a győzelem, és hát nekünk így, hogy az alapszakaszban csak a második helyet sikerült megszereznünk, így most a rájátszásban minden meccs élet-halál-harc, vagy minden meccs nagyon fontos lesz. Most az első lépcsőn úgymond túl vagyunk, nem mondom, hogy egy könnyű találkozón. A Berettyónak ez volt a harmadik mérkőzése a bajnokságban, amikor nem kapott gólt, pedig a Kecskemét az 5-4 elleni játékkal is megpróbálkozott, ám ebből végül a vendégek profitáltak, hiszen Szabó Péter üres kapura állította be a 0-3-as végeredményt. Teljes mértékben elégedett vagyok, és saját magamról nem mondanék semmi konkrétumot, úgy érzem, hogy ezt csapatként nyertük meg. Ugye ez már a rájátszás, tudtuk, hogy itt nem bukhatunk pontokat, hogyha a haladásra tartanak ők a lépést, és ugye a Veszprém pontokat bukott, az előző mérkőzés, tőlük is el tudunk szakadni. Úgy érzem, hogy mindenki átérezte ennek a súlyát, és egy szinte tökéletes teljesítményt tettünk le az asztalra. A Berettyóújfalu a következő fordulóban a Deacot fogadja, míg a Kecskemét szabadnapos lesz. Kós Károly csapata legközelebb március végén, az ugyancsak egy pontos debreceniekkel találkozik.